Lefeküdtem idegenekkel, lefeküdtem bárkivel, akire szükségem volt. Klubokba jártam, és ha valaki felfigyelt rám, én lefeküdtem vele. Elkezdtem azt hinni, hogy a szex a szeretet. Aztán annyira függővé lettem ettől, hogy sosem volt elég. Kami James számára a szex adta meg azt a figyelmet, amire annyira sóvárgott. Apja szeretett és elfogadott kislányaként nőtt fel, de amikor 15 éves volt, az apja szívinfarktusban meghalt. Hogy betöltse az így kialakult űrt, bulikba és a szexbe menekült. Így megkaptam azt a figyelmet, amit kerestem. Azon voltam, hogy bárkinek bármilyen módon a kedvében járjak, muszáj volt, mérges voltam Istenre. Meg voltam róla győződve, hogy ő vette el az apámat. 19 évesen Kami hozzáment egy olyan férfihoz, akivel 6 hónapja randizott. A férje elkezdte fizikailag bántalmazni. Nagyon megvert, de próbáltam eltitkolni. Nem akartam, hogy mások megtudják, mert egy tökéletes családot akartam, amilyenben én is felnőttem. Ahogy végig gondolta az életét, elkezdett többre vágyni. Annyira mélyen éreztem magam, nagyon szégyeltem magam. Mert abban az időben próbáltam lassan visszafordulni Istenhez. Újra elkezdtem gyülekezetbe járni, jobb akartam lenni, mert belül nagyon rosszul éreztem magam, mocskosnak. A pár 2 évvel később elvált, így Kami újra elkezdett bulizni és váltogatni a partnereit. Szükségem volt elfogadásra másoktól, és a függőség, hogy férfiak figyelmét magamra vonjam, és a kedvükre tegyek, hamar visszatért. 21 évesen elkezdett egy Danny nevű férfival randizni, aki akkor szabadult a börtönből. Ahogy Kami függővé vált a szeretetétől, Danny egyre többször ivott és kábítószerezett. Bulizott, belőtte magát, meg berúgott, de én fügtem tőle. Szükségem volt az elfogadására, hogy törődjön velem és szeressen. Mikor Dannyt 3 hónapra újra börtönre ítélték, Kami egyedül maradt, és szembe kellett néznie azzal a nővel, akivé vált. Nem ismertem magamra. Mi történt azzal a jó kislánnyal, aki apám halála előtt voltam? Annyira szégyeltem magam. Megijedtem, hogy soha nem lehetek már más, hogy így fogok meghalni. Őszintén nem akartam tovább élni. Egy éjszaka aztán Istenhez kiáltott. Ott feküdtem a padlón a lakásomban, és a fejemet a földhöz verve beszéltem Istenhez. Istenem, elszúrtam az életemet. Tudom, hogy te létezel, de szükségem van rá, hogy megmutasd, hogy létezel. Mert nem tudom, mi az a szeretet. És bocsáss meg minden férfit, akivel lefeküdtem, és minden hazugságot, és mindent, amit elkövettem. Ahogy ott feküdtem a padlón sírva, zokogva, hirtelen azt éreztem, hogy valami forróság önt el. Soha nem éreztem ilyet előtte. Hirtelen békességet éreztem. És azonnal éreztem Isten szeretetét, és minthogyha valaki azt súgta volna, itt vagyok veled. Szeretlek. Tényleg úgy éreztem, hogy ott van és szeret. Hogy többé nem vagyok egyedül, és mindent megbocsát. Attól a naptól kezdve Kami elkezdte olvasni azt a Bibliát, amit még gyerekkorában a szüleitől kapott, és az életét Istenre bízta. Néhány hónapon belül megszabadult szexuális függőségétől. Vége lett. Nem is estem vissza, és ez a mai napig így van. Annyira függővé váltam Isten szeretetétől, hogy egyszerűen belemerültem a Bibliába. Mindeközben volt valaki más is, aki átadta az életét Krisztusnak. Amíg Danny börtönben volt, ő is megváltozott és megtért. Bocsánatot kért Istentől, és egy második lehetőséget kapott. A börtönben sötétség és zaj vett körül, és ott nagyon tisztán hallottam egy hangot, ami azt mondta, böjtölj, imádkozz, és szeresd Kamit. Isten teljesen meggyógyította a kapcsolatunkat. Kami és Danny most már 15 éve házasok, és 2 gyermekük van. Létrehoztak egy szolgálatot Második Esély névvel, aminek az az üzenete, hogy Krisztusban mindig van remény. Annyira hálás vagyok, mert nem érdemeltem meg a második esélyt. Nem érdemeltem meg ezt az új kezdetet. Csak Istenben találtam meg a teljes szeretetet és elfogadást. Így lett teljes az életem. Így adtam át neki az életem.